Sziasztok! Azért jelentkezem most be, mert nagyon sokan kérdeztétek tőlem, hogy mi folyik itt, mik ezek az emelkedési tünetek és szimptomák, és itt-ottam ott régebbi videókban ezeket úgy megosztottam, de most teljesen új energiák vannak, sokkal intenzívebb energiák vannak, mint eddig. És aki nem tudja igazán, hogy mi folyik itt, mi a háttér, akkor az lehet, hogy szorong meg félelmeket keltő érzésekkel bír, és ahogy említettem, azért készítem ezt a videót, hogy kapjatok egy gyors átlátást és rálátást a jelenlegi helyzetre. Az emelkedés előtt vagyunk, ezt is tudjátok, és én az emelkedőket szolgálom. Ez azt jelenti, hogy azok az igazi galaktikus humánok, akik szeretnék az új földet megörökölni, akik szeretnének az új földre jönni, akik igazi szívvel rendelkeznek, akik a felelősséget bemerik vállalni egy jobb világért, azok, akik emelkednek. Ez viszont nem jár megpróbáltatás nélkül, sokszor ezek a megpróbáltatások fizikai és érzelmi fájdalmakként is jelennek meg az ember életében. 2022. június 6-án, tehát azóta 6-6-6, akkor beindult egy olyan molekuláris, strukturális átalakulás az ember szervezetében, ami nem az ördögöt szimbolizálja, 666, hanem a szénbázisú molekuláris struktúránk elkezdett kristályosodni, és a gyémántosodás felé tart. Megy át a 666-os struktúrából a 616-os molekuláris struktúrába. Ez azért nagyon fontos, mert maga a molekula mérete, úgy, ahogy van a proton és akkor az elektron közötti távolság, meg ezek a nukleusz és az elektron közötti távolság, ezek növekednek. Tehát atom szinten tágulunk. És ez azért kell, azért szükséges, hogy el tudjuk fogadni a fényt. Ahogy a molekuláris struktúránk tágul, úgy be tud jönni a gyógyító és isteni fény. Ez mivel jár? Ez azzal jár, hogy az embernek fáj a teste. Tehát mi sejt szinten tágulunk, olyan, mint hogy az emberbe levegőt pumpáltak volna, és ilyen pufi érzés is van. Ezt jó tudni. Tehát, hogyha bármiféle testi fájdalom van, akkor arra nagyon jó a nagy technikát alkalmazni, beszélsz ezzel a testrészeddel, ami éppen fájdalommal küzd, mert minden fájdalom egy düh és egy harag energia. Tudsz vele beszélni ez a része, hogy ne haragudj, ezek régi ősi traumák, engedd el őket, fogadd be a fényt. Ezek a testrészeinkkel való beszélgetések, ezek nagyon fontosak, ezek integrációhoz vezetnek, oda vezetnek, hogy megnyugszik ez a bizonyos testrészünk, és már nem a régi traumára próbál hagyatkozni, hanem el tudja fogadni az elkövetkezendő paradicsomi időket. Az ember úgy van konstruálva, hogy az elméjében felhalmozott emlékek diktálják az ő jelenét és a jövőjét. Sajnos a múlt határozza meg, hogy hogy élünk a jövőben, azért kell a múltat meggyógyítani. Még akkor is, ha nagyon sok spirituális tanítás próbálja a múltról elterelni a figyelmet. Ez egy nagyon fontos valami. Ez olyan, mint a gyerekkorban valami bántás ért minket, és ezt mondjuk, hogy felejtsd el. Nem tudjuk elfelejteni, domináns mintaként uralkodik felettünk. Azért mindig mondtam, hogy trauma, 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 fel kell oldani a traumákat, és jól leszünk. Tehát ahogy molekuláris szinten tágul a test, szó szerint lehet, hogy fizikailag is nagyobbnak érezzük magunkat, vagy látszunk. Ez sokaknak kellemetlen érzést is felhozhat, mert akinek volt egy vékony, egy csinos alakja, lehet, hogy egy kicsit olyan puffatnak érzi magát, nem szabad megijedni, mert ez most normális. Nagyon fontos az is, hogy ahogy alakul át a testünk, hogy nagyon sokunknak nem tesz jót, ha nagyon hirtelen mozdulatokat teszünk. Hát inkább kimérteni, kicsit lassabban érdemes mozogni, mert izomhúzódáshoz, rosszabb esetleg izomszakadáshoz is vezethet a dolog.
azt hiszem, sokan értitek, miről beszélek, hogy kicsit olyan komótosabban, kimértebben, és úgy, igen, kimért, ez a jó szó, kimérten kell mozogni, nem azért, mert bármi rossz is történt velünk, hanem azért, hogy ezt a strukturális változást, ezt finoman tudjuk kezelni, és ne tegyünk kárt a testben. Javaslom nekem is a mentorjaim javasolták, hogy vegyünk be magnéziumot a szervezetbe. Kellenek most ezek a tápanyagok, vagy ezek a, nem is tudom, minek hívják magyarul hirtelen, de kellenek ezek az anyagok, hogy beépülhessenek az izom struktúránkba, az izom szöveteinkbe, mert a bejövő napkódok, ezek a szolárkódok ugye eleve tágítanak minket, a másik fájdalmat okoznak, és frissítik az áramköreinket, ha szabad így fogalmazni, viszont ezek a frissítések, hogy említettem, mindig valamiféle kihívással, akár fájdalommal is járnak. Tehát sok vizet kell inni, nagyon sokan ilyen dehidratált érzésről is beszélnek. Sokunknak ez nekem is volt a szem mögött, mintha ilyen nagyon égető, erős érzés lenne, ez normális. Nem kell, semmit nem szabad megijedni. Egy dolgot kell, vagy két dolgot kell csinálni, a testet ápolni és méregteleníteni, és az elmét üríteni a traumáktól és a konfliktusoktól, mert ha a test jó állapotban van, akkor el tudjuk fogadni a fényt, ha az elme üres és konfliktusmentes, akkor meg be is tudjuk válni azt az újföldi felelősséget, amivel az újföld fog járni. Ez a felelősség egy jó értelmű kifejezés, meg akkor is az ember elméjében ezek diszonáns energiákat hozhatnak fel, mert az ember felelőtlenségre van drótozva és programozva a DNS-ben. Azért nagyon fontos a belső munka, hogy ezeket az ellenpólusokat integráljuk magunkba, hogy ne tolni kelljen a felelősséget, hanem természetesen magunkon keresztül megjelenhessen, és igazándiból a forrás segítségével tudjuk irányítani az életet. Nagyon sokan panaszkodtak szédüléstől is, és a szédülés ez kellemetlen, főleg amíg az ember mozog, sétál, vagy akár autót vezet. Ez azért van, mert a magasabb énünk próbál integrálódni bennünk. Most már ugye 2 éve lassan, a 666, 2022. júni 6 óta van ez a nagyon intenzív testi átalakulás, ez a molekuláris átalakulás, ez azért nagyon fontos, mert a régi 666-os struktúrát nem tudnánk vinni az emelkedett frekvenciákban, mert lángra kapnánk. Az új föld energiája az olyan, mint egy mikrohullámos sütő, és ezt el kell tudni fogadni. Elmésíkon és testisíkon is, és a szédülés az ugye, ahogy említettem, kellemetlen, és tehát tényleg azért csináltam azt a szubliminálist, hogy hangolódj rá az új világ frekvenciájára, mert a sejtszinten segít ráállni ezekre a frekvenciákra. Bármi, ami bennünk fájdalmat okoz, az azért érzékelhető fájdalomként, mert ellenállás van bennünk. Az emberi elme nagyon mély, ezt tőlem már hallottátok, és több millió rétege van az elmének. A legnagyobb kihívás most az embereknek az, hogy egy régi ismerős világot kell magunk mögött hagyni. Ezt a régi szép idők érzését el kell engedni, mert ezek a régi szép idők nem is voltak a szép idők. Okay? Tehát itt vagyunk. Amit most a külvilágban látsz, ez a hiszti, ezek a régi szép idők. Ezt az emberi elme és a kollektív teremtette. Azért kell magunkban oldani ezeket a mintákat, hogy ne teremtsük újra ezt a káoszt. Ami most lejátszódik a külvilágban, le kell játszódnia. Ha ez a fizikai síkon nem játszódik le, akkor nem ürül ki a föld tartája, az emlék tartája, és addig viszi tovább a mintát. Ebben mi úgy tudunk segíteni, hogy magunkon belül oldjuk a traumákat és a konfliktusokat. Ahogy mi oldjuk a bennünk lévő konfliktusokat, a föld úgy tisztul. Nagyon sok természeti katasztrófa is van, erről beszéltem már többször, mind belső körökben, mind a publikus videóimban, hogy a természeti katasztrófák azért vannak, mert az emberi test
ben felhalmozott bántások nem lettek elengedve, magyarul az emberek hanyagok voltak, és nem takarították a traumáikat. Az emberi test az össze van kötve nagyon szoros energetikai kapcsolaton keresztül a természettel. Minden bántott és meg nem gyógyult test a földbe tudattalanul tette be a romboló energiákat és ezeket a fájdalmakat, a traumákat. És amikor megjelennek ezek a tűzhányók, az a dű, az a harag, az emberekbe lévő dű, tombolás, az fejeződik ki. Ugyanakkor a cunámik, amik most láthatóak, ezek az árvizek, ezek az, ugye a víz, az az érzelem, a fel nem hozott emberi érzelmek, az elnyomott emberi fájdalmak, ki nem fejezett dolgoknak a szimbolikája. Eredetileg ez a napvillanás is, ami most közel van, ez egy nagyon komoly tisztító energia lesz, és segít nekünk gyógyulni. Ilyen még nem volt a teremtés történetében, hogy ennyire tiszta, jóindulatú energia áramlik felénk, és ezt mi el is tudjuk most fogadni. Régebben ezt nem tudtuk elfogadni, mert régebbi ciklusokban olyan sötét elmei programokkal bírt az átlag ember, hogy az új bejövő isteni fény meg a segítség el lett utasítva, mert az ember félt, az embernek bűntudata volt, és így tovább. Azt hiszem, ez ismerős. Tehát nagyon fontos oldani magunkban a dühöngéseket, a traumákat, az ellenségeskedéseket, mert most ezt a Föld lejátsza, ezek a természeti katasztrófák. Tehát nagy felelősséggel jár embernek lenni, és ezt nagyon kevesen mondták eddig, hogy egy ajándék embernek lenni, nem egy átok, mint ahogy nagyon sok ember hiszi. Nagyon fontos ezeket az átkozódó, buta, sátáni energiákat elengedni az elméből, mert ezek vezettek ide, ezek okozták a háborúkat, ezek okozták a betegségeket. Természetesen ezek tudattalan struktúrák. Azért mondtam sokszor, hogy elme, elme, elme. Ha az ki van takarítva, akkor egy jó világ teremtődik körülöttünk, kívül és belül. Egészségesek leszünk, lesz pénz, és barátságban és tiszteletben tudunk élni. Tehát most lejátsza a Föld ezeket az ősi elmengedett energiákat, hagyni kell. Ha bármi feljön bennünk, akkor egy és egy dolgot tudunk csinálni, magunkban integráljuk azokat a hiedelmeket, az árnyakat, integráljuk a töredezett elmét, és megszűnik ez a külső káosz. Aki nem old magában, az viszi tovább a káosz. Tehát senkit nem fognak megmenteni, anélkül, hogy ő magán ne dolgozna. Ezt nagyon fontos tudni. Ahogy említettem, az emberek eszméletlen nagyfokú felelőssége vannak programozva, és ez a DNS-be benne van. Ezt ők nem tudják. Bármiféle hárítás, bármiféle céltudat elkerülése, bármiféle felelősség elkerülése az a DNS áramkörét aktiválja újra és újra, és az ember nem hiszi el, hogy mennyire finom szálakon fut az élet. Igen, az élet, és hogy azért kell nagyon megtanulni, vagy profi mentoroktól, vagy, hát azt hiszem, a profi mentorok a legjobbak erre, hogy a mintákon keresztül föl kell ismerni mintákat, és úgy lehet leggyorsabban ezt, hogy mi fáj, mi az, amit szeretnénk, de nem adatik meg, miért nem, és akkor le tudjuk bontani a mi belső teremtési logikánkat, és megváltoztatni ezeket a belső programokat. Van akkor az a félelem is, hogy félünk az újtól. Ez olyan ártatlannak hangzik, de nagyon erős. A változástól való félelem az az ego ellenkezője, mert az ego mindig a változatlanságot táplálta. Szard le, ne foglalkozz vele, majd elmúlik. Söpörd a szőnyeg alá, nézz a másik irányba, stb. Ez ismerős, és ez azért nagyon veszélyes, mert ha valakinek lángol a háza, és azt mondjuk, hogy ne foglalkozz vele, majd elmúlik. Hát elmúlik, miután porrá éget. És utána újra kell építenünk. Most az történik, hogy rengeteg régi struktúra rombolódik le, dől össze. Nem feltétlenül a fizikai síkon, hanem az érzelmi síkon. Hagyni kell, el kell tudni engedni. Az elengedés egy nagyon-nagyon nehéz folyamat az embernek, mert az ego görcsösen ragaszkodik
a régi szép időkhöz, a régi emlékekhez, még akkor is, ha pusztító az az energia. Ezt tényleg erre intelligensen rá kell látni, hogy miért ragaszkodom én ehhez a valamihez. A legtöbb ember, amíg nem csinál komolyabb, mély önmunkát, ezt az elengedést a fizikai síkra interpretálja vagy fordítja. Ez azt jelenti, hogy hát ha dolgozom magamon, akkor el fogom veszíteni a barátaimat. Ha dolgozom magamon, el akarom engedni, akkor el fogom veszíteni, akivel élek. Nem, 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 nem. Ez az ego. Amit mi elengedünk, ez az a görcsös kontroll, amivel próbáljuk az élet gyeplőjét a kezünkbe tartani, és nem hagyni a forrásnak, hogy ők segítsenek nekünk. Ezt kell elengedni. Ezt az ego struktúrát, ezt a küzdelmet, ezt a versengést, ezt a már kiégett, bánatos viselkedésmódot ahhoz, hogy engedd el ezt a sok kontrollt, engedd el, engedd a lovat szabadjára, engedd el a gyeplőt. Dolgozz magadon, legyél magaddal összhangban, vedd vissza a forrással a kapcsolatodat, és jól leszel, fizikailag is, anyagilag is, érzelmileg is. Ez most nagyon fontos. És van egy olyan is, hogy most nagyon ilyen furcsa, ilyen álmosság is van úrán az embereken, mert a régi Schumann rezonancia, ami ugye 7,83 Hz rezgett, az most teljesen meg lett változtatva az égek által, és nagyon sok új frekvenciát tettek be a Schumann rezonanciába, ami igazán a mi metronómunk, a mi ütemadónk. Bum, 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 bum. És ezt nagyon felgyorsították. Ilyen bum, 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 bum. Néha felgyorsítják, néha lelassítják. Volt már is, hogy 80 Hz jelent meg a Schumann rezonanciába a 7,8 helyett, és itt az olyan ilyen őrjítő félelmekkel, szorongásokkal, ilyen az embernek forog a szeme típusú érzésekkel jár, hogy ha tudod, hogy ez azért van, mert próbálnak minket frissíteni, utána adnak egy kis pihenőt, próbálnak minket gyógyítani, utána kapunk egy kis pihenőt. És most egy pár nappal ezelőtt csekkeltem utoljára, a kedvesem Uli, ő is jól, ő nagyon érti ezt a Schumann dolgot. Nekem nem az a szakterületem, de mondta, hogy nézd, itt van 60 Hz, 60 Hz-es ütemadás, és ez azért nagyon fontos, mert ez a régi lassú matrixi metronóm, ez a 7,8 Hz-es ennek vége. Azért már nem tudunk visszamenni a régi szép időkbe, mert ahogy mondtam, nem olyan szépek a régi szép idők. Tele vagyunk mindenféle traumával, pedofília, őrjöngés, háborúk, tehát nem olyan szép. Az egónak, az ördögnek volt a hiedelemvilága, milyen szép volt minden. Voltak szép dolgok, persze, de azért, aki igazán rálát a mélységekre, azért van takarítani való. Akkor nézzük csak, mi van még. Igen, az alvás. Ha úgy érzed, hogy fáradt vagy, és a tested kívánja az alvást, akkor ha van rá lehetőséged, akkor pihenj. Nagyon sokunk már olyan szituációban is van, hogy már nem kapott állást, mert az új világ energiája, ami szeretetről, közösségről szól, az nem kompatibilis a multi energiával. A legtöbb multi az benne volt ebben a szennyes világban, és ők el fognak tűnni. Engem is, ahogy említettem, egyik a előadásomban kiköpött az idősík. Nem voltam kompatibilis vele, és 2021-ben már egyszer nem kaptam semmi külső állást. Hál' Istennek volt ugye saját coaching bizniszem, meg nagyon sok mindenhez értek. Tehát most az a lényeg, hogy aki úgy érzi, hogy nem talál állást, és tudod, ez egy kicsit ijesztő, be kell menni. Nem az Újföld magánvállalkozásokról fog szólni. Az Újföld arról fog szólni, hogy mindenki meggyógyítja a szívét, és szívből ad. Szívből adja magát, nem pénzt. Az ego mindent fizikai síkra fordított le. Adjál pénzt, adod a gatyádat, a kabátodat, adj egy cigit. Nem. Add magad. És ezt nem tudta az ember, mert mindig kompenzáltunk, leredukáltuk magunkat, és nem adtuk magunkat. A régi világ, az ego világ arról szólt, hogy torzítás volt.
Én bementem unott pofával a melóhelyre, és volt, ami volt, persze próbáltam ezt lefedni, hogy de jó, hogy van, de nem jó. Az új világban nem kell a képmutatás. Az új világban nem kell tettetni, hogy jól vagyunk, mikor nem vagyunk jól. Az új világ az a becsületkódexről fog szólni, az az őszintességről fog szólni, és tervbe van, tervbe vettem, vagy nem tudom, hogy így mondják el legjobban, hogy készítek egy újabb kurzus majd hamarosan, ahol segítek az embereknek a magánvállalkozói szellembe és energiába úgy bele menni, hogy sikeresek lehessenek, amikor ezt a vállalkozást megalapítják, mert magánvállalkozónak lenni egy teljesen más szintű tudatosságot és belső integrációt igényel. Akkor azt hiszem, hogy ennyi most, de szeretem volna megosztani, hogy vannak fizikai, vannak érzelmi fájdalmak. Ha érzelmileg feljön valami, például a tüdőben, sok ember arról is panaszkodott, ezen én is átmentem most már jó pár éve, hogy alig kapunk levegőt. Ez a nehez, ez a folytó érzés, ez két oknál fogva van. Az egyik az, hogy az emelkedett frekvencián, az Újföldön ritkább a levegő, ritkább. Tehát kevesebb oxigén van, ezért a tüdőkapacitásunk is növekszik, csak nem akarnak túl gyorsan az égiek, hogy mondjam, ilyen növekedést engedélyezni, akkor felrobbanunk, meg az más problémához vezet. Tehát tágul a tüdőnk, de ez azért is van, mert hogy gyógyulunk, a kozmikus szívünk is tágul. Tehát fizikailag növekszünk, növekszik a szív, maga a szerv, és ez feszítés vagy feszültséget tesz a most abszolút nem jut eszembe ez az úgy hívják angolul, ribcage. Tehát ez a belső részünkre, és erre nagyon jó például a chunking. Aki ismeri a chunking toolt, ugye ezt én tanítom az Expert Coachba, akkor tudod alkalmazni, hogy ezt a fájdalmat, a sejtszintű elakadású ellenállást feloldod. Érdemes és javaslom, hogy napi szinten az ember legyen a természetben, ha tud. Földelés nagyon fontos, pihenni nagyon fontos, hidratálni nagyon fontos. Mindenkinek megvan persze a maga környezete, és kívánom, hogy a legjobbakat, vagy a legnagyobb profibb lehetőség szerint a dolgozzatok mind a testen, mind ugye az elmei síkokon, és akkor azzal tudjátok elfogadni a fényt, ami viszont az új föld megteremtéséhez és a bevállalásához vezet. További szép napot, szervusztok!